Sziasztok! A Pálkozó Györgyvédet Szupercsájstól jöttem, Pantemesten dolgozok náluk, és eléggé utálom felteket konfigolni, úgyhogy React-et megszeretem, és ezért hoztam nektek ezt a témát. Nyáron voltam egy... Jó, működik a technológia is. Nyáron voltam egy React-es meetupon, és ott hallottam ezt a nagyon hosszú dolgot, Luke Jackson a felől. Körülbelül arról szólt, hogy hogy lehet React-et fejleszteni Webpack, Babel, meg akármilyen build-eltő. És ezt a csodálatos alkalmazást építette, ez már 16-os React-tel van hookokkal, és ennek alapján kezdtem el gondolkozni, hogy mit lehet ebből csinálni, mi ennek a vége, mi lesz az, amikor már technológiailag nem lehet valamit megoldani. Ezért próbáltam egy PBL-t építeni belőle. Mi a baj a React-tel? Ha elkezdünk egy új React projektet, általában felteszünk NPM-mel egy csomó dependency-t, kezdve a React-tel és a React-dommal, és utána Webpack-kel, a szerverével, CLI-vel, Babel-vel, stb. Ez több száz package, valakiknek a kódján ott ül a kis három soros alkalmazásunk, és azt pörgetjük meg. A fogalmunk sincs, hogy mi történhet ebből. Ez tökre nem látszik, nem is lényeges, ez egy Webpack config és egy Babel config lenne. Abszolút nem kezdőbered igazából. Tehát én egy junior frontendesként, nem tudom, angularozik és kipróbálnám a React-et, esélytelen. Jó, egy tutoriál alapján valószínűleg valami ilyesmit elkezdenek csinálni, aztán a felén el abba hagynám, mert ez valami bullshit lehet. A konfigurációnak nem kéne egy elijesztő témának lennie kezdésként. A nagyon szuper megoldással a Create React App, egyszerűen csak behúzzuk NPM-mel, megfuttatjuk. Ha belépünk a mappába, nem lesz Webpack config, nem lesz Babel, az összes configuration detail-el lesz rejtve. Under the hood, amíg nem ejecteljük az appot. Ez nagyon király, a pár apró probléma van vele. Például egy node modules az 260 megabyte egy Create React App esetben, ami valami kód lehet biztos. Ez majdnem 4 Create React App gigabyte-onként. Ha pici SSD-tek van, akkor ez nem túl szerencsés. Meg amúgy is. Szóval innen jön igazából az ilyen sztorim, hogy hogy lehet single page application-eket csinálni. React-ed, úgyhogy nem használunk Webpack-et, Babel-t, nem lesz node modules-unk, nem kell transpilálni kódot, nem kell compilálni kódot, a klasszik front-end development-et szeretnék csinálni igazából, HTML, CSS, IST írok, ráfrissítek, és működik, és megnézem, hogy elszállt-e vagy nem. Igen. Ezt elkezdhetjük naív módszerrel. Megnézhetjük azt, hogy a React mit build-el magából, és hú, ezt tökre nem látszik. Mindegy, igazából egy HTML scriptet látok, ahova a React-ben van húzva a headbe, és React DOM renderrel elkezdhetünk elementeket csinálni. Itt ugyanis JSX, úgyhogy nem kell transpilálni, ez statikusan működik bármilyen böngészőben. Kb. Elég csúnya. Meg nem túl felhasználó barát. Egy apró hacket csináltunk igazából, hogy tökre nem látjátok, de mondhatjuk azt, hogy a dollár az legyen React Create element, és valamivel szebb kód lesz. A jQuery-t úgyse használunk, úgyhogy teljesen mindegy. És ez. Igen, de ugye a JSX-nek a template engine-je tökre kéne, hogy használjuk. Pár túl szeretnék bemutatni, és utána életbe is megnéznénk, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Az első egy HTM nevű tool, HyperScript Tag Markup, a JSX-like szintaxa van, nem kell hozzá transpiler, tehát behúzok és működik futás időben. Nagyon kicsi, és tényleg kb. Hasonló ahhoz, mint a JSX-et írnánk. Komponenseket tudunk benne használni, hogyha éppen be van már húzva valahonnan, és propertiket tudunk spreadelni. Lehet, megismertetem a honlapjukat.
honlapjukat a GitHub-ra küldjük. Hogy lehet, nem tudom, amúgy wifi-t ott találtok kiírva. Tehát itt például a headless scriptben be van húzva a komponens és a render, ez éppen projektet használ, de bármivel lehet használni. Ez lesz az egyik tool, amit szeretnék használni. A többkében is tettem kire. Egyrészt installálhatjuk NPM-mel, amit pont szeretnék elkerülni most. Másrészt behúzhatjuk az internetről, ami egy őrület. Nem tudom, hogy ez kinek újdonság. Amúgy kinek újdonság ez, hogy mondhatunk ilyet, hogy import valami from internet. Ja. Van ilyen. Tökre van ilyen esetben. A browser supportja elég jó. A Explorer-t azt már nagyon régen felejtettük, úgyhogy ez van, de amúgy is prototype alkalmazásokat csinálok ilyek, de nem hiszem, hogy a customer-nek éppen ilyen support kéne. A Dash-be például van már. A következő tool, Unpackage-nek hívják, ez egy CDN, az NPM-re csináltak egy mirrort. Egyszerűen, ahogy előbb mutattam, hogy szeretnék valonnan behúzni valamit, valamilyen source kódot, ezt meg tudom tenni. Package name az NPM name lesz, ugyanúgy a version-t opcionálisan meg lehet adni, és a file-t is opcionálisan. Ha nem teszek oda semmit, akkor az index.js-ét megpróbálja behúzni, és megnézi, hogy van egy default exportja. Az előző hónapban például 300 terabyte forgalmuk volt JavaScript file-okból, ami durva. Igen. Egy probléma van jelenleg a React-ben, ez éppen a React-nek a forráskódja, a legvége. Nincs default export, van egy klasszikus tudójuk, hogy mi legyen a top level export React-ből. Ezt igazából megsporolhatjuk nekik, mondhatjuk azt, hogy export default React egyelőre. És körülbelül talán ennyi. Luke Jackson csinált egy ES-React nevű package-et, amit tökre nem láttok, de inkább megmutatom. Böngészembe beírtam, hogy unpackage.com per ES-React, és nagyon gondolkozik, de ennyi igazából. Behúzza a React-et, behúzza a React-demot és kiexportálja. És boldogok vagyunk. Ha megnézem a source-ába a React.js-t, képet tettem, de behozta, akkor elvileg a legalján export default React-ünk van. A kérdés az, hogy ez tényleg a React, vagy nem valami más, ezt én elhiszem neki, hogy ez konkrétan a React. Igen. És az ES-ből ugyanúgy be tudjuk húzni a React-et és a React-demot. Használhatjuk bizonyos tagged verzióját, hogy éppen, nem tudom, hookolgatnánk, vagy más stabilitási problémáink lenne, és van production build-je is. A development build-et fogok használni végig. Ez alapján, hogyha csinálnék egy create React app-et, amit amúgy meg is csinált, van egy create ES-React app nevű GitHub repója, több mint 1000 application félne egy gigabyte-ben, ami király. Igen. És amit szeretnék igazából, az egy mobil app, egy progresszív web app, amit kitelepítek majd remélhetőleg egy szimulátorra, és React-et használ, és nem build-elek közben. És ez. Jó. Ezt már tudjátok, látjátok. Hátulról is látjátok. Király. Van egy HTML file-om, van egy scriptem, main.js, megadtam tárgynak egy modult,
ezt nem tudom, találkoztatok-e már vele. Ez szimplán annyit jelent, hogy S6-os import-exportokat használtok majd abban a JS-felbe. Semmi. Extra, van egy main.js-em, behúzom a React-et. Hoppá. Behúzok egy kisbetűs React-et és egy kisbetűs HTML-t valamilyen package-ből, amit mindjárt megmutatok. És egy counter-t. Itt már például a saját components mappámból a counter.js-t húzom be. Igazából ezt húzom be, ez már egy NPM-es projekt, kicsit feltupíroztam az ES React-et, igazából semmi más nem történik, csak behúzom a React-et, a React-domot behúzom ezt a HTML nevű csodát, amit előbb mutattam, meg egy CSS tübet, amit mindjárt megmutatok, és létrehozok egy változott HTML néven, bindelem a React create elementhez, úgyhogy azt fogja használni, és kiexportálom. A kb. Azért volt erre szükség, hogy ne ugyanazzal a 3-4 sorral kezdődjön minden egyes fájlom, amiben React-et vagy HTML-et szeretnék használni. Egy dolgot érintettem még a CSS, ez mondjuk a forrás kódja lesz, úgyhogy ez nem biztos, hogy... Hogyha használtok Sest vagy Lest vagy akármilyen hasonló CSS modult, akkor ez ismerős lehet igazából a szintexen, amint meg tudom mutatni. Ami izgalmas benne, hogy runtime fordul, és lehet templatálni, de gyakorlatban majd kiderül, hogy hogy. Van egy counter.js-em, behúzom a React-et és HTML-t a saját forrásomból, és kiexportálok egy komponást, ez tök ismerős lehet, hogyha React-tel foglalkoztok. Igazából talán ez nem is újdonság, egyedül a HTML a backtick-kel az oldalán lehet a necces. Tökre nem mondanám meg, hogy nem JSX. Ja. És nézzük meg. Nagyon picit hazudtam, amikor azt mondtam, hogy nem fogok NPM-et használni, NPX-et fogok. Az elején, amíg nincs bármilyen static deploymentem. A server nevű tool-t használok, ez egy HTTP server, bármi mással igazából tud működni. Be is jött a csoda alkalmazás. Igen. Tehát amit láttok, elkérem a main.js-t, a backend.js már egy extension, nem tudom miért van engedélyezve, de töltődik, ami izgalmas. Behúzom a saját counteremet, és behúzom a saját JS-emet, amit pendel. Hát lényegében ennyi lett volna. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ha szép lassan megjönnek a modulok is, a Unpackage-ről néha kicsit cache-el és belassul, de ez az erre. Igen, ez érdekes volt, de mostantól jók leszünk, elvileg. Van React-ünk, vannak React hookjaink, online vagyunk és nem használtunk még Babelt meg Webpacket. Király. A minimális routingot tettem az abban, hogy legyen pár elérésünk. A React Lazy-t ugyanúgy tudok használni, nem tudom, láttatok már React Lazy loadingot és suspense-et. Ez lehet, hogy kicsit úgy lehet. Tök érdemes megnézni. Ami itt történik, hogy ha beírnám, hogy lokálhoz 80-80, akkor
a rootból a home JSON-et, mint komponens kirenderelem, ha beírnám, hogy about, akkor az about.js-t, és ha bármi mást írok be, akkor átnavigál a lost.js-re. Így van. Nézzük meg szerintem, hogy működik. Miféle lehet, hogy nem a... Igen, ilyen ára van például, hogy lassú wifi-vel nem tudom, hogy mit csinálna az ember, hogyha React-appot akar írni. Mondjuk Stack Overflow nélkül se tudnám, hogy mit csinálnék, úgyhogy nem tudom, a stabil internet az előfeltétele. Szuper. Amit láttok, inkább megmutatom először kódban, mert elég csúnya. A két rúton, három rúton van igazából. Van egy about.js nevű komponensem, semmi extrával. Van egy home-om, van egy lost-om, és van egy header-om. A egyszerű href-eket használok. Navigációhoz semmi React footer, elvileg működhet. Az is megpróbáltam. Semmi más nem változott talán, és szépen tudunk navigálni az oldal között. Itt látszik, hogy újra renderel az oldal, ez szomorú, de ez van egyelőre. Ami izgalmas még, hogy minden komponensembe behúztam a React-et, de természetesen a böngésző nem keserű, nem tölti le újra diszkesből, olvassa be. Ilyenkor a modulokat. Vérök még valami nem létező rútot, ott pedig bejön a default fallback rúton. Adok hozzá egy kis stílust, hogy CSZ-t is lássuk a gyakorlatban. Kb. Ez lenne igazából a stílus definiálás. A CSS után van egy backtickem, és objectként beadom neki ezt a stílus, amit szeretnék. A class name property-vel pedig rá tudom adgatni a majdnem JSX kódomból, ami igazából csak itt tett neked. Ha van kérdés, akkor bátran meg ilyesmi. Vagy mehetünk tőled. Ami még izgalmas talán, azt nem tudom, hogy itt használtam-e, de... Nem használtam, király. A header-be például van már, header-be, a list-be van például egy mappingem. Ez is elég hasonló a JSX-hez. Tehát ugyanúgy tudok dinamikusan contentet generálni, hogy a JSX-et írnék. Működnek még a rútjaink, csak a CSS nem volt bekesselve, és a networking. Felmerül a kérdés, hogy egy API-jel tökéletesen lenne beszélgetni React-abból. Kérni tőle valamit és kirenderelni például dinamikusan. Nem tudom, hogy tudok belemegyíteni, úgyhogy ne legyen sok.
Bocsi. Egy Pepsi modellt használok itt, mert Fridexot nem akartam behúzni, de elvileg nem lehet akadálya. Van egy eventömböm, subscribe-olni lehet egy eventekre, egy callback function-nel leiratkozni is lehet főlük, és action-eket kidőlni. Körülbelül ennyi, hogyha kilövök egy action-t, és valaki arra figyel, akkor a callback-ét végrehajtja majd. Van egy networking modulom, van benne egy fetch-em. A feliratkozók, amint igazából belődölt a window egy request data nevű eventre, hogyha valaki szeretne adatot kérni, akkor itt fog az átfolyni. A fetcherek, megvárom, hogy JSON legyen belőle, és kilövök egy eventet, hogy betöltődött. Kb. Kicsit így a komponenseim össze vannak szikszilagozva, de Redux-szal valamivel elegánsabb lenne. Például a... itt. A home-ban, ami történik, van egy URL-em, erre szeretnék majd elhívni, ezt meg is mutatom, hogy tudjátok, hogy semmi megjelenés benne. Visszaad egy nagy JSON-t, Star Wars-os hajóknak az adataival, körülbelül van benne egy Results nevű lista, és ezen szeretnék majd iterálni és renderelni az adatok alapján. Néztem. Ez van. igen. A use reducer-rel lehet, hogy kicsit szebb lenne. Ami történik, hogy van egy datám és egy set datám. Set data lesz a callback function a state módosítására, tehát igazából egy set state. Ha nincsen adatom, akkor kilövök egy eventet, hogy szeretnék adatot, és megadom az URL-t, hogy honnan, és fel is iratkozok a megjövő adatra, és majd szépen beállítja a state-be. A elvileg use state-et használok, úgyhogy ha jött adat, akkor ténylegesen újra kell renderelnie a komponenst, ami meg is történik. Írtam egy csoda spinnert, és az meg szépen loadingol, amikor a nem ind adat. Igen, amúgy pedig van egy card nevű komponensem, és a data result alapján dinamikusan kigenerálom. Ilyesmit talán mutattam már. A kártyámban van végtelen CSS, ami izgalmas benne, hogy media query-t használok benne, ugyanígy megeszi és aktiválódik, amikor a max videm kisebb, mint 500, mármint a videm. Igen, és egy ilyen szintén egy komponenst kigenerál magából. Nézzük meg, hogy mit csinál akció közben. Bejöttek az adatok, látjuk a Super Star Wars-os űrhajókat, a média query-k szintén működnek, látszott, hogy valamit csinált vele. Igen. És majdnem minden diszkesből jön igazából, hogyha váltok oldalak között. Úgyhogy relatív jó vagyunk még performancia szempontjából. Bármi kérdés? Hát jó. Van egy 5 pontos deployment branch-em. Felmérő a kérdés, hogy deployoljuk ezt az alkalmazást. Static file-okról van szó igazából, úgyhogy bármilyen Amazonos bucketbe fel tudjuk tenni, vagy akárhova igazából, ahova akarjuk. Én éppen egy Nginx-es Docker image-be tettem bele, ami elég izgalmas, mert ez a legkisebb docker file, amit valaha írtam szerintem, és ez build-el a leggyorsabban, tehát konkrétan az egész docker build során máshol fejleget egyik helyről a másikra, és semmi más nem történik.
van egy Nginx konfigom, beül a Docker konténerbe 80-as portra visszanedek, ezt fogom 88 feladra kiszórni, vagy akárhogy igazából. Ami trükk van benne igazából, hogy el kell kapnom azokat a headeröket, azokat a szád URL-öket, amit használok, és vissza kell irányítani a felhasználót perre. Enélkül ugye az Nginx, hogyha per reboutra rámegyek, akkor az ilyen mappában lévő index HTML-t szolgál neki, ami nem létezik, és ezt akarom React-ben leküzelni. De is köszönöm. Van egy shell scriptem is, a build-elem a pontot, megtaggelem static react néven, és elkezdem futtatni. 80-80-ra kiirányítom a belső 80-as portját, és kb. Ennyi. Úgyhogy ez már nem is kell, és itt elfelejthetjük az NPM-et, mert kb. A deployment összeállt. Igen. És elvileg futunk. Igen. Ugyanúgy működik igazából, csak most már Dockerből szolgáljuk ki Nginx-el a static contentet. Csodálatos közönség. Semmi kérdés és néma csend. Igen. Hogy lesz ebből PVR? Ami a nagy probléma ezzel, hogy mindig amikor meglátogatom az URL-t, akkor beloadol a contentem, offline állapotom nincs, folyamatosan csak elhúzni a source-okat. Ami viszont eszméletlen jó benne, hogy nincs bundle-em. Tehát nincs egy lebuildelt nagy bundle.js-em, amit valamilyen szerverrel kéne szolgáltatnom a usernek. Több kicsi CDN-en lévő file van, amit megszerez különböző source-okból. A böngészek erre optimalizálódnak manapság, hogy ezt szeretődjenek sok mindent fódolni gyorsan, úgyhogy ez az irány például tökre lehet. Szerintem, de mondjátok, nem értetek egyet, és tudunk jól beszélgetni. Még most. Google Audit túlját nem tudom, ismeritek-e? Ismeritek? Nem ismeritek, de ismeritek. Jó. Tudok végezni egy gyors tesztet a Google által. Tudok performanciát, PVA-ságot ellenőrizni, best practice-eket, accessibility-t. És csekkoljuk meg, hogy hogy állunk most. Hoppá. Elég szabad állunk. Kilőttem a dokot. Ilyet. Akkor viszont adjuk hozzá tényleg az alkalmazásunkat, és futtassuk újra. Hát, ha valamivel jobb eredményt kapunk. A teljesítményben jók vagyunk, a best practice-ekben majdnem jók vagyunk, viszont nem PVA az oldalunk. Mi kéne hozzá? Nem tudjátok, hogy lehet eltelíteni a Inspektort fehérre. Mindegy. Lefutatjuk újra venni. Ugye nem PVA az alkalmazásunk, ezért nem is tudja értelmezni, hogy mit akarunk. Viszont meg tudjuk csekkolni, hogy mit kéne csinálnunk ahhoz, hogy progresszív web appként detektálja a Chrome az appunkat. Szerintem HTTPS-t használok, ami elég fura, mert nem, de ezt most hagyjuk. A Nginx-be a HTTP
tartalmat automatikusan át lehet irányítani HTTPS-re, úgyhogy ez egy easy dolog lenne. A service workerünk ugye nincs, ami bekesselje a tartalmat. Manifest.json-ünk sincs. Ja, itt is van már, hogy HTTP-t nem irányítottuk át HTTPS-re. HTTPS-t használok a content loadingbe. Oké. Okay. Nincs splash screenünk, ez elég gyanús volt. Meg igazából semminek nem felel meg. Viszont van egy olyan branch, amit PVA, ahol nagyjából elkezdtem dolgokat csinálni annak, hogy megfeleljen PVA-nak. Ami először történt, hogy HTML fájlom óriási lett, a legvégét mutattam meg először. Egyrészt betettem egy NOST script taget, hogyha nincs a JS engedélyezve, akkor valamit mégis lökjünk ki. Kb. A auditnak ez a feltétele, hogy átmenjen ezen a teszten, hogy legyen a Dali-nak kontentje. És ha támogatja a böngészőnk a service worker-eket, akkor regisztráljuk a saját service worker-ünket, amit mindjárt megmutatok. Amúgy meg gyönyörűen konzolidálunk, mivel ez ugye, mint tudjuk, a hibakezelés. A service worker-emben pedig elkezdtem cache-elni mindent kb. Igaz, hogy nincs package.json-em, kb. Itt tartom nyilván a dev dependenciáimet. Ennek igazából nem kéne itt lennie, szerintem működik nélküle is, nem próbáltam még. Nem is most fogom kipróbálni, de elég szar service workereket debugolni, úgyhogy elkezdtem kapni a végtelen errort. Igen, elkezdtem kapni a végtelen errort, úgyhogy beletettem, és nem lett jobb, de aztán nem vettem ki, úgyhogy ez így maradt. Szuper. Offline Results néven elmentem egyelőre konkrétan a böngészőből a találatokat, és a resource-aimit is számon tartom. Itt azokat a fájlokat tüntettem fel, amit szeretnék, hogyha offline állapotban elkeselne a böngésző, és tudná, hogy nem kell kérnie. Feltelepítjük a service worker-t. Nem tudom, service worker-t jutottak-e már. Ez szomorú, de nézzétek meg. Feltelepítem a service worker-t és bekesselem most egyelőre az összes tartalmat, amit éppen feltüntettem eddig, amik életbe is lépnek, hogy éppen felcselek. Ez egy elég naív implementáció, tehát ami most történik, hogyha egyszer már a service worker-be húzta a contentet, és éppen a böngésző felcselné a tartalmat, ami benne van a cache-embe, akkor egész egyszerűen visszaadja. Ha nincs benne, akkor meg megpróbál felcselni. Ennél kicsit lehetne elegánsabb megoldás is. A fetch-nek például az error handling-ért tökre meg lehetne csinálni, ha éppen a szerverem nem elérhető, de maga az alkalmazás kapcsolódik az internethez, akkor tök jó lenne például, hogyha nem elszállna, hanem akkor is visszaadná az offline találatokat. Igen, körülbelül ennyi, és aktiváljuk igazából a cache-elést. Szóval ez egy nagyon naív implementáció. Nézzük meg a gyakorlatban. Ja nem, előtte még mutatok pár dolgot. Egyrészt van egy manifest.json-em. Ez is tök jó egy PVA-hoz. Itt van definiálni magát a témát, hogy milyen legyen a kitelepített alkalmazás. Hogyha éppen kitelepíteném eszközre, mi legyen a neve, mi legyen a rövid neve. Meg tudok adni rengeteg ikont, amiből a böngésző majd választ egyet magának. Igen, a display standalone-nál pedig bekapcsolom azt a funkciót, hogy tényleg senki telepítő lehessen eszközre. Körülbelül ennyi. HTML-be rengeteg linket és metát még beletettem. Vannak tök jó online túlok arra, hogy favikonikót generáljátok magatoknak. Én
nekem most éppen nem volt designerem, úgyhogy egy ilyen csodával legeneráltam, nem tudom, végtelen fájlt, és hittem neki, úgyhogy bemásoltam ide, hogy ez majd jó lesz, és betettem a linkbe a összeset, amit kigenerált. Körülbelül, ami még talán izgalmas itt, az a Apple Mobile Web App Capable, és a Mobile Web App Capable, ez körülbelül annyit jelent, hogy a splash screen, nagyon nehéz szó, a kijön majd a képernyőre, hogyha megmutam. Ez például tökre nem működik, de ez van. Igen. Körülbelül ennyi újdonság van itt. A viewportot tettem be az auditnak, hogy átmenjen rajta a UTF-8-as kódolást, hogy az emojik ne halljanak meg. És körülbelül ennyi. Lehet egy új komponensem, offline footer néven. Az a célom, hogyha az alkalmazás már ott van egy eszközön, és offline-nak vagyunk, akkor valahogy jelezzem a usernek azt, hogy offline találatokat jelentek meg, nem pedig a szerverről jött az adat. Igen, nem is pont ez az érdekes, hanem az, hogy hogy tudom ezt használni. Van a navigátornak egy online nevű key-je, ez pontosan megfelel annak, mindre gondoltuk, igazából megmondja, hogy online-nak vagyunk-e. Ha nem vagyunk online-nak, akkor kirendelem velem az offline footeremet. Tehát elvileg most hard refresh-ek az alkalmazásra, be is töltődik, és próbálom közben mutogatni a network-öt. Igen, tehát minden betöltődött, ami eddig lényegében. Viszont, ha ráfrissítek, akkor a legtöbb dolgot diszkesből szedi már be, tehát a service worker-ön működik. Ha hardware refresh-elek, akkor pedig elvileg beosztulunk őket. Király. Ott lesz izgalmasabb a dolog, hogyha wifi-ről lejövök. És remélem, hogy vissza tudok még menni. A refresh után például bejött az összes, hát majdnem az összes contentem. És látszik, hogy gyönyörű streamer. Ami izgalmas, hogy minden JavaScript-et és CSS-t, ha jól látom, bekesseltem jól, és egy darab request kimaradt, ami viszont kiment, és offline vagyok, és nem sikerült megcsinálni, ez például benne maradt, viszont tök jól megfixelhetjük együtt. Nézzük meg, hogy mi történik. Kimegy egy kérés a JSON binnek, valami per 2 a név vége, és elvileg a service worker-emben meg tudom nézni, hogy tényleg kesselem ezt a contentet. Elvileg tökre kesselem, úgyhogy ott kell lennie. Micsoda? Ez például egy tök jó gondolat. De Dockernél belemásolok elvileg mindent, úgyhogy ilyenkor tök érdemes lenni újraindítani. Figyelsz, ezt tetszik. Már én nem. Igen, ilyenkor jönnek a bajok, hogy a régi service worker van benne, ami éppen ebben az esetben nem probléma, mert kb. Ugyanaz. De eddig nem is volt service worker előtte. Ó, szó szed. Igen, eddig diszkesből olvastam, most pedig service workerből. Kicsit fura volt, de inkább mondtam a hülyeséget, mint hogy jelnek tűnjön. Szóval a service workerből jön minden információ. Kérdés? Észrevétel? Offline még egyszer megnézem, mert igen. Bejött ugyanúgy a contentünk elég gyorsan, mivel konkrétan az interneten nem kommunikáltunk, és van egy szuper footerünk is arra, hogy nincs internetünk, és hogy offline eredményeket látunk. Ha diszkesből töltöm be, akkor
konkrétan a böngésző eltárolta magának, a service worker pedig egy API, ami arra való, hogy customizálni tudjuk ezeket a fetcheket. Tehát lényegében ugyanúgy használ, mint hogyha diszkes lenne, mutatok gyorsan kódot. Jelenleg pont ugyanazt csinálom vele, mint hogyha diszkes lenne. Tehát, hogyha van responzom, akkor visszaadom, vagy lefetcselem a responzot és azt adom vissza. Akkor lenne izgalmas, hogyha itt bármi mást csinálnék. Tehát valamilyen custom flow-t akarok az alkalmazásba tenni. Például nem a... például nem tudom, tegelni akarnám a verziókat abból a dolgokból, amit leszettem. Tehát jönnek ugye listák az API-ból, és beteggelném őket időpont szerint. Offline pedig tudnám böngészni azt, hogy éppen melyik tegelt verzió megadott a felülésre. Ezzel megválaszoltam. Online-ok vagyunk, el is tűnt a header-ünk. Telepítsük ki. Irézeltem ezt az eszközt, úgyhogy jelenleg legelőször fogadta be az összes kódot és a service workereket. Bejött az oldalunk, Safari-t használok éppen, egy iPhone 8 Plus-szal, vagy legalábbis a szimulátorával. A lényegében ugyanúgy működik minden, ahogy eddig, csak ugye mobileszközön vagyok. Szeretném megserelni az alkalmazást, és van egy olyan menüpont, hogy add a home screen, hogyha PWA-t telepítettetek már telefonra, akkor ez izgalmas lehet, vagy ismerős lehet. Be is jön a felületünk, elnevezhetjük valahogy az alkalmazást, tetik szó köz React, a favikonunk is betöltődik, és hogyha hozzáadjuk, akkor ténylegesen megjelent az eszközön, mint egy különálló alkalmazás. Jól meg is mutam. Ugyanúgy Safari fut alatta, tehát konkrétan egy webview-t látunk, de mégis eltűnt a Safari-nak a header-je, meg a share gomb, meg minden, tehát megkaptuk az egész felületet arra, hogy megjelenthessük az alkalmazásunkat. Ha éppen offline-nak vagyunk, ez sajnos újra kell indítanom, akkor ugyanúgy a cached content is megjelenik, és mutatja az eszközünk, hogy offline vagyunk, és ezek offline eredmények. Szóval itt egy alkalmazás, React-be van írva, és nem kellett webpacket használni, meg Babelt. Viszont tudtunk dinamikus komponenseket használni, dinamikus loadinggal, a saját CSS-t adni hozzá, úgyhogy nem egy nagy CSS-be beletesszük, hanem valamennyire, mintha a styled komponenst használnánk React-hez, ami tök király. Nem kellett JSX-elni, nem kellett transpilálnunk, és mégis itt vagyunk. Ez. Kb. Erről szerettem volna beszélni, lefutatok még egy auditot, mert az talán kimaradt a PWR részével. De remélhetőleg a Google is azt mondja, hogy ez majdnem progresszív webok. Pár dolog talán még hiányzik. Mondjuk offline-nak vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy ilyenkor működnie kéne. Jó, a megjelentek badge-ek a PWA-nál, ez tök biztató, mert észrevette az auditunk, hogy progresszív webappunk van betöltve.
Igen, elég gyors a casebuildünk, nem hiába, mert alig van igazából content az oldalon, de az React-ben van írva. A 200-as státusszal válaszolunk, hogyha offline van az oldal, és rá is irányítunk. A két dolgot hagytam kint, igazából HTTP-t nem irányítjuk át HTTPS-re, ezt lokálisan valamilyen szinten meg lehetne oldani, ugye a saját certification tudnék magamnak generálni, azt bemásolni ugyanúgy a Docker konténerbe és azt kiszolgálni, annyiban változna, hogy a 80-as port helyett 443-et használnám. Körülbelül ennyi, illetve Nginx config-ba a HTTP contentet átirányítanám HTTPS-re. Egyrészt, másrészt a viewport errorunk van még, 1600 a Windows size-om, viewport size pedig 275, és ezt nem közeltem le, ez az audit szerint baj, szerintem annyira nem baj, mert mobil eszközre teszteltem. Van egy ilyen issue most jelenleg az auditban, nem tudom, hogy még mindig éle, nem tudom, hogy a legfrissebb Chrome-on van-e. Hogyha jobb oldalt van az inspektorunk, akkor kicsit hülyén kezeli a inner vidét az ablaknak. Konkrétan ez a teszt azt nézi meg, hogy a window.pont inner vid az ugyanaz-e, mint a window.outer vid, az én esetemben például tökélem. De azt például kipróbálhatnám, hogy leteszem alulra, és futtatok egy új auditot, és nem mobilra, hanem desktopra nézem. Ja, úgy átment. Okay. Ezt még nem próbáltam, de... Jó. Körülbelül ennyit szerettem volna szerintem mutatni nektek. Ha van kérdés, akkor hajrá. Aha. Mutatom a URL-t hozzá. Ez. Szerinted mi a legnagyobb? Pont ilyenkor lép be szerintem közbe a Chrome maga, vagy a Safari, vagy akármi, amikor cache-ből tölti be a tartalmat, vagy service-ből. Tehát az, hogy látja ugyanazt a referenciát, hogy ötször húznám be a React-et, nem fogja újra lehúzni. Nagyobb skálájú appoknál nem próbáltam még. Én nem tartom ezt valószínűleg, hogy újra betöltenek a source. Tehát, hogyha már egyszer lehúzta, és ugye folyamatosan loadol az oldalunk, ugyanannak fogja szedni. Ami probléma lehet, hogy ha ráfrissítek az oldalra, akkor ugye ugyanúgy a CDR-re behúzza, hogyha hard refresh-elben. A softnál cache-ből húzza be, service worker-nél meg ugye nem magadva. Pont volt egy DM arról, hogy miért nem menjen productionbe. Nem is mondom, hogy productionbe kéne mennie. Tök izgalmas belegondolni, hogy így is lehet React-et írni. Tök irány lehet szerintem tanuláshoz. Egyrészt kezdőként React-et ismerkedni, meg magával a JavaScript-tel. Tök jó lehet tanításhoz, hogy nem kell a diák gépére letölteni tonna JS-fájt. Meg relatív van így értelme a dolgoknak, mert igazából az internetről összehúzunk dolgokat és megfuttatjuk egymással.
a király lehet landingeket csinálni belőle, anyukának vagy akárkinek, a productionben nem feltétlenül biztos, hogy mondanám, hogy mennem. De amúgy milyen? Ki kell próbálni. Egy dologról nem beszéltem, még tesztelésről. Nem véletlenül, mivel nem teszteltem. Viszont kipróbáltam, hogy lehet-e, és elvileg semmi akadály nincs. Ami érdekes, hogy hát ilyen mellett tesztelek. És próbálom behúzni a service workerrel az egy darab pártjánat, de nyilván nem sikerül. Pedig több izgalmas dolognak kéne történnie. Van egy testing pont HTML-em, ami ez az alkalmazás, amit a teljesen független jelenleg egy dolog HTML oldal. Behúzom benne az unpackage-ről a React-et, a React DOM-ot és a Jest Lite nevű csomagot. Jest-et nem tudom, ismeritek-e valamennyire. Szoktak vele tesztelgetni alkalmazásokat. Igazából sima testing library, ami király benne, hogy van benne snapshot test. Tehát egy komponens ki tudunk ragadni a környezetéből, kirenderelni és megnézni minden úgy van, ahogy történnie kell. Éppen itt most a Windowból kibontom a Jest Lite-ból a Core-t, Enzymet és Prettify-t, bármelyik mond el valakinek bármit. Talán a Jazzből, és konkrétan tudok tesztelni igazából, hogyha sikerülne megnyitni ezt a HTML-t. Semmim nem fut. Király. A csúnya piros, de pont ezt kell látnom. Tehát éppen HTML-ből tudunk JS tesztelni. Egy tesztem átment, éppen hogy egy button komponens renderele bármit, és linket renderele, az meg eltört. Nézzük meg a teszteket. Tele van kommentel, mert copy-pasteltem valami random honlapról, csak hogy kipróbáljam, hogy működhet-e igazából. Éppen itt React elementtel van a button létrehozva, ugyanúgy használhatunk itt HTML-t, meg bármit, és legvégén HTML-be egyszerűen a RAM függvénynek a visszatérési értékét kitesszük, hogy legyen document body-nak értéke. Nyilván nem ez lenne a cél egy frontend tesztelésnél, hogy így megnyitjuk az oldalt és látszódjon, hogy mi van. De itt például kaptunk tesztkézeket, és mindegyiknél látjuk, hogy passzolta vagy nem. Igen. És innentől ezt rátok bízom, hogy lehetne elhasználni lényegesen tesztelésre. Ami elképzelhető az az, hogy egy Jenkinson egy headless Chromium megnyitja ezt az oldalt, és valamilyen micro framework van köré csatolva, hogy ezeket az eredményeket vagy mentse le egy DB-be és az alapján csináljon bármilyen hookot, vagy szóljon oda egy API-nak, hogy tegye ki a legfrissebb verziót, mert minden rendben van, vagy fordakjon az API-jal. Úgyhogy tesztelés elvileg működhet.
ne vigyétek el a cégeteknek ezt, hogy production-ben alsz, most használjuk Mercury lesz. Tök jó az, hogyha van egy fejlesztő környezet, és csináltak egy bundle-t, és azt majd valami ki elsikveli a usernek, és betölti. Viszont szerintem érdekes, hogy lehet ilyet csinálni. Amit nem használtam például a projektben, az Airstream-t. Amúgy szoktam Airbnb Stargate alapján, ha itt bekapcsoltam volna, akkor nagyon sok minden esélyük volna, és ugye magát a statikus contentet szolgáltatjuk ki, tehát a user le tudná kérni az Airstream konfigomat, az nem tudom miért lenne jó, de például az is hozzáférne. Nyilván a Docker build során, Docker build, hát Docker kopizásom során meg tudnám mondani, hogy ezeket a fájlokat nem másolját. Valószínűleg nem a legkülső rétegbe kellett volna rútolnom, a valamilyen virtuális rútot érdemes lenne alkalmazni. Azt kéne például megnézni, hogy React routernek van a default exportja. Teljes hatos modul exportja, akkor ugye lehetne használni, valószínűleg nincs szegényeknek. Meg kell írni. Vagy ilyesmi. Köszönöm, hogy itt látok.